Na tisztázzuk, ki a Fidesz migráns? Na? A Borsod-Aba új Zemplén megye 6. választókerületében vasárnap tartanak időközi választást Koncz Ferenc tragikus halála miatt. A Fidesz-KDNP az elhunyt képviselő lányát, a korábban fidelitásos Koncz Zsófiát, míg az ellenzéki pártok többsége az antiszemita Facebook posztjai miatt támadott Bíró Lászlót indítja. De a Szanyi Tibor féle Iszon Pártics beállt egy független jelölt mögé. A Tiszaújvárosi Fidesz a választások előtt 8 nappal termelői piacot szervezett, ahol kedvezményes árakkal várták a helyi választópolgárokat. Egy kiló krumpli például mindössze 100 forintba került. Jó ötletnek tartom, hamarabb is kellett volna már ilyen közösségi rendezvényt csinálni, és nagyon bízom benne, hogy hiába erőlködik a Jobbik. Termelői piac az ugye szép, illetve elég ritkán látok a városban. Őszintén most látok elcsődik. Mit szól ahhoz, hogy például a mai napon még a krumpli is olcsó? Az nagyon jó. Ki adja a jobb ajánlatot, a Fidesz vagy a Lidl? Hát nem most jelenleg a Fidesz. 10 év kormányzása után, ha valakinek zöldséget kell osztania vagy árusítani ahhoz, hogy szavazatokat szerezzen, az egy beismerő vallomással ér fel. Az emberek megveszik olcsón, a véleményüket meg megtartják. Tetszik tudni egyébként, hogy egy kiló krumpli mennyibe kerül? Ó, hát ez... Átlagosan? Megnézem, az imént még nem néztem meg ennek a pontos összegét. Zsófi esélyeit mi erősíti jobban, az, hogy mondjuk 100 forint a krumpli kilója, vagy az, hogy ön itt van? Ezt nem tudom eldönteni, nem hiszem, hogy ezek a fontosak. Szerintem a Zsófi esélyeit ezen kívül kell keresni, ezeken a felsoroltakon kívül. Nyilván a koromból adódóan is az, hogy 30 éves vagyok, nő vagyok, ez lehet egy új szín, de az, hogy az a munka, amit megkezdődött a vidéken, az folytatódjon, nekem rendkívül fontos. Az én családom vásárhelyi. Így van, ezt mondta. Származásilag én vásárhelyi ember vagyok. Apai ágon, anyai ágon, bácsa a másik. Aha, az is egy szimpatikus. Egy telefonszámot cserélhetünk el. Igen, de azt nem mondanám el a 24.hu kamerájában. Igen. Pa. Na tisztázzuk, ki a Fidesz migráns? Na? Mert hogy én beszélgetek? Ne, ugyan már csak a látszat, tudod, semmi más. Milyen ügyben akart beszélni Kocsis Máté, vagy milyen ügyben akarja vele felvenni a kapcsolatot? Én általában is igyekszem a Fidesz nem Fidesz párbeszédet fönntartani. Hódműzővásárhely érdekében én nagyon sok embert kerestem már. Általában az van, hogy nyilvánosan megígérik, hogy visszahívnak, megfogadnak, meg eljönnek vásárhelyre, és aztán amikor próbáljuk lehívni ezt az ígéretet, akkor mindig kifarolnak belőle. Szanyi úr számomra ott bizonyította be a Fidesz ügynökségét, hogy Hódműzővásárhelyen 2018. februárjában az állellenzéki Hernádi Gyula mögé állt be. Ez az ember, ez most már nem tudom mióta azzal rócsózik, meg kampányol a hátam mögött, nekem soha semmilyen problémát járt nem jelezve, hogy ilyen Szanya, ez ekkora áruló, meg Fidesz ügynek, meg nem tudom, és most számon kértem, hogy mégis ezt miből gondolja. És fölidéztem neki, hogy például ő rengetegszer szavazott a Fideszre, én egyszer se. Én már 20 évvel ezelőtt is antifasiszta tüntetéseket szerveztem, ő meg egy nácit támogat. Na most akkor ki a Fidesz ügynek, vagy bármilyen ügynek? Írólásnak kellett önnek magyarázkodnia az antiszemita kijelentések miatt? Hát én erről keveset beszéltem vele, a cigány kérdésről arról beszélgettünk, hál' Istennek teljesen meggyőzött. Tehát egyrészt én azt látom, hogy nem semmilyen olyan kijelentést nem láttam, ami cigányokkal szembeni kijelentése lett volna. A zsidó ellenes kijelentéséről pedig a bocsánat kérését én elfogadtam és örömmel vettem. Ha mondjuk egy orhosszal fog nyerni az ellenzék, az a zsidók miatt van? Én nem hiszem, hogy a zsidók miatt van, vagy a zsidók nélkül van, vagy a zsidókkal van. Itt a magyar embereknek és ennek a nemzetnek kellene végre valójában egy érdekképviseletet adni. És az összes pártnak kellene ezt megtennie, mert a választók ezt fogalmazták meg. Hogyha az Ádám szavazatai miatt marad meg mégis a kétharmad, akkor hogy fogják magukat érezni? Hát egy. Tehát azok a szavazatok, amik rám fognak érkezni, abban biztos vagyok, hogy az ellenzéki jelöltre nem szavaznának ezek az emberek. Mindenki, aki most megosztja a szavazatokat, az valójában az ellenzéki szavazatokat az ügyi, az a Fidesz pártján. Ez az egyik legnagyobb baromság, amit lehet mondani, ugyanis mindaddig, amíg 50% alatt van a részvétel, addig a pártok egymástól egy darab szavazatot nem tudnak elszedni. Se pró, se kontra. Hogyha
hívnak valahova, hogy tudok segíteni, lebontani ezt a rohadék pártállamot, én ott leszek. Helikopter tehát, nincs? Igen, nem is nincs helikopter. Nincs helikopter. Egyes csak. Igen, védelmi is azzal. Igen.